Kedves testvérek, ismerjük jól ezt a történetet. Van egy fiú, aki elindul szerencsét próbálni, de bajba kerül, és az apja visszafogadja, anélkül, hogy bármiféle vezetést várna tőle. A másik fiú, szintén tékozlónak lehet nevezni, mert látszólag mindent megtesz, ami illik, ami kell a szülői háznál, csak hogy a motivációja, az indoka az helytelen. Ő már az örökséget nézi. És dühös az öccsére, mert ő már elherdálta a saját részét, és majd ebből kell adnia neki az apjának. Ráadásul az idősebb testvér lehordja az apját jóságáért, nagy lelkűségéért, és ezzel megszegi a negyedik parancsolatot, amely a szülőnek a tisztelete. Tehát mindkét gyermek kudarcot vall. Nincs a helyzet magaslatán az egyik sem. És hát nem ők az egyetlenek, akik a Szentírásban így szerepelnek. Hogy helytelen a motivációjuk, hogy nem tudják megkülönböztetni az egyik kezüket a másiktól, a jobbat a baltól. Véges értékek fogságában vannak. Ott van az a két fiatal ember, akit az apja kiküld a szőlőbe, és az egyik azt mondja, hogy persze apám megyek, de nem megy ki. És van egy másik, aki azt mondja, hogy nem megyek, és mégis kimegy. Az ideális talán a harmadik lenne, akinek szól az apja, hogy menjen ki, és azt mondja, hogy igen, apám, megyek is, és tényleg kimegy. De nincs harmadik fiú. Ebben az evangéliumi történetben sem az előzőben, amit felolvastam. És akkor talán könnyebben magunkra ismerünk, hogy olykor kudarcot vallunk a hűségünkben, a motivációnkban, a legjobb szándékkal, eltervezett dolgaimba is néha belecsúszik valami, ami zavaró, ami már nem Istennek tetsző, ami talán önmagunk felé fordít bennünket, vagy mások tetszését keressük. És mit tesz az apa? Milyen az Isten? Ezt mutatja meg a Szentírás. Nem ezzel foglalkozik. Tapasztalja, érzékeli, ha lehet úgy mondani, megszenvedi azt, hogy milyenek ezek a fiúk. De nem aggódik a becsülete miatt, nem aggódik a tisztessége miatt, hogy nem úgy viselkedik, mint egy igazi, ókori apa. Ha lehet azt mondani, akkor úgy viselkedik, mint egy jó édesanya, aki megszenvedi ugyan a gyermekeinek a tökéletlenségét, de mindkét fiúnak megbocsánat. Számára a legfontosabb, hogy béke legyen közöttük, összhang legyen közöttük, hogy hazatértek, hogy megtértek. És hát ezt a szeretetet tükrözi Jézus, erre a szeretetre tanítja Jézus a tanítványait, és ezt a szeretetet fedezik föl a szentek. Többek között Lizziói Szent Teréz. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tehát, ha csetlünk, botlunk is ebben az életben, a tökéletlenségeket követünk el, szüntelenül bíznunk kell Istenben, akkor is, amikor nem vagyunk a helyzet magaslatán, akár fizikailag, tetteinkben, akár érzelmeinkben, érzéseinkben, nehézségek támadnak közöttünk, az életünkben, vagy a szeretteink életében, és ezek lehangolnak bennünket. Nem a küzdelmektől mentesít ez bennünket. Ugyanakkor azt is megtapasztalhatjuk,
hogy sokszor a saját erőnkből képtelenek vagyunk felülkerekedni azokon a helyzeteken, amelyekbe belekerülünk. A hibáinkon, a bűneinken. És hogy itt is látjuk, hogy az Apa minden szeretetét, minden megnyilvánulásában közdi azt, hogy az ő szeretete a legnagyobb romlásban, a legnagyobb eltévejedésben is ott van. Nincs az a távolság, ami ne érné utol az embert. Ahogy Jónás próféta is, őt is megbízza az Isten, hogy valahogy közvetítse az ő irgalmát, megtérésre hívja az embereket, és visszautasítja. És nincs az a távolság, amit ő meg tudna tenni, hogy Isten szeretetét ne tapasztalná meg. Ez megdöbbenti őt újra és újra. Egészen más érzései vannak az emberekkel, azokkal, akik visszautasítják, vagy nem foglalkoznak az Isten világával, akik a saját önzésükben vannak, vagy énközpontúságukban vannak elfoglalva. És megdöbbenti újra és újra Istennek az a tanítása, hogy lehet szeretni az embereket, el lehet fogadni. Megszenvedteti ugyan Istent mindenkinek a távolsága, önzése, de ez nem akadályozza őt a szeretetében. És hogy ez a mi gyógyulásunk, ez a mi reménységünk. Nem számít, hogy milyen nehézségekkel küzdködünk, Isten akkor is velünk van, mellettünk van. És Szent Teréz is ezt tapasztalja meg, hogy minél gyöngébbek vágy vagy erény nélküliek vagyunk, annál inkább alkalmasak vagyunk arra, hogy Isten bennünk munkálkodjon. Annál inkább lehet bennünk vágy arra, hogy Isten belépjen az életünkbe. Azt vallja Szent Teréz, eleven örömöt érzek, nem csak akkor, amikor tökéletlennek ítélnek, hanem legfőképpen akkor, amikor annak is érzem magam. Ez az öröm édesebb számomra a dicséretnél, amely valójában csak fáraszt. Úgy látszik, hogy az Isten kapcsolatában mély önismeretre tett szert. És amikor dicsérték, akkor érezte, tudta, hogy ez nem az ő érdeme. És amikor a hibáira figyelmeztették, kétségtelenül lehettek neki is, akkor ez azért okozott neki örömöt, mert érezte magában azt, hogy Isten mennyire szereti a hibáival együtt. És hogy mennyi mindent meg tud tenni Istennel együtt. Valahogy úgy volt, mint Szent Pál, amikor azt mondta, hogy most már gyöngeségeimmel dicsekszem. Nem azért, mert olyan büszke lett volna arra, hogy vannak gyöngeségei, ki büszke rá. Hanem arra volt, abban volt az öröme, hogy Isten, bár ő mennyire gyönge, milyen nagyszerűnek tud bizonyulni ő benne, a cselekedetei által. És már pont ezek a gyöngeségek segítették őt abban, hogy meg tudja különböztetni, hogy mi az, amit ő tesz, és mi az, amit Isten. És amikor átélte azt, hogy mennyire Istenen múlik sok minden, és milyen kevéssé rajta, akkor elkezdte dicsőíteni Istent, hogy milyen nagyszerű az ő szeretete, és hogy mennyire föl tudja emelni azt, aki gyönge és erőtlen. Szent Teréz egy korabeli példát is hozott erre vonatkozóan, hogy mi az Istennek a tette, és mi az ő szerepe.
Azt mondja, a találmányok századában élünk, most már nem kell fáradva róni az emelet lépcsőit, előnyösen helyettesíti ez a lift, ezt a lift. Én is szeretnék egy felvonót találni, hogy Jézusig emelkedjem, mert túlságosan kicsin vagyok ahhoz, hogy a tökéletesség meredek lépcsőfokait járjam. És az örök bölcsesség könyvéből idéz, ha valaki egészen kicsi, jöjjön hozzám. Én tehát jöttem, megsejtve, hogy megtaláltam, amit kerestem, és tudni akarván, én Istenem, hogyan bánsz azzal az egészen kicsivel, aki felel a te hívásodra. Tovább kutattam, és íme ezt találtam. Mint ahogy az anya ringatja gyermekét, úgy vigasztallak megint téged. Keblemen hordozlak majd, és térdemen ringatlak téged. És hogy hoz egy másik képet is, amely szintén ezt a képet erősíti meg, hogy hogyan is van Isten a mi életünkben, mi a mi szerepünk, és hogyan tud bennünket fölemelni, hogyan tud az ő útjain kísérni bennünket. Egy alkalommal valaki megkérdezte Teréztől, hogy miként lehet szentté válni, és ő a következőképpen válaszolt. Képzelj el egy kisgyermeket, aki egy hosszú lépcsősor alján áll, szeretett édesapja pedig a tetején. Ez a kisgyermek mindössze 18 hónapos, a lépcsősor pedig meredek és hosszú. Kinyújtja karjait apja felé, hogy menjen érte és vegye fel. Az apa így szól a lépcső tetejéről, gyere, gyere! Az evangélium minket is ugyanígy biztat, gyere és újulj meg! Feledd a hibáidat, feledd a bűneidet. Csak légy velem ebben a pillanatban, és én gondot viselek rád. Ám mivel nem vagyunk olyanok, mint a kisgyermekek, nem halljuk meg a bátorítást. És kifejti, hogy a gyermek újra és újra megpróbálja, de mivel 18 hónapos nem tud föllépni a lépcsőn. Mit teszek, Isten? Valahogy ezt a lépcsőn való feljutást sok dologban megtapasztalhatjuk az életünkben. Kitűzünk valami célt, azt mondjuk, hogy hát jó lenne ezt mint keresztény embernek, mint Isten szerető embernek, mint olyan embernek, aki ígéretet tett családjának, szeretteinek, és ezt Isten oltalmában tette, ezeket a lépcsőket megtenni. De azt veszük észre sokszor, hogy nem megy ez az emelkedés, nem megy ez a haladás. Vagy visszacsúszunk. És Isten víziói Szent Teréz szerint nem csak szólongat bennünket, hanem amikor látja az erőfeszítésünket, úgy sokszor azok hiába valók, hogy nem tudjuk megtenni azokat a lépéseket, amelyek egészen hozzávisznek bennünket, akkor azt mondja, az Atya hatalmas szeretetében egy idő után nem képes tovább elviselni ezt a helyzetet, és ő maga rohan le a lépcsőn, veszi karjába és veszi fel a gyermeket. Tehát így mutatja be víziói Szent Teréz, hogy a lelki életben hogyan jutott ő oda, ahová eljutott. Abba a mélységes Isten szeretetben, szeretetbe, amely megérintette a szerzetes társait, amely az egész egyházat áthatotta, hogy ilyen egyszerű úton, ilyen hétköznapi körülmények között hogyan tud valaki ilyen mélységre eljutni az Isten iránti elköteleződésben, az ő szeretetének megtapasztalásában. Tehát Istenre figyelve
önmagunkat átadva várakozunk, próbálkozunk, bízunk, és arra kér bennünket Szent Teréz, arra kér bennünket Jézus, hogy aki ezen az úton van, igyekszik fölfelé a lépcsőn, ne panaszkodjon, mert nehézségei vannak, és rengeteg nehézségünk lehet a családban, házasságban, vállalkozásokban, a élet föntartásában, anyagi helyzetünkben, esetleg valami függőség miatt is. Legyünk biztosak abban, hogy Isten mindezeket fölhasználja annak érdekében, hogy nekünk adhassa az ő országát. És akkor nyilvánul meg az ő szeretete leginkább, amikor legkevésbé vágyunk, amikor legkevésbé magunkban bízunk. De hogy éppen azok körülmények között, amelyekben vagyunk, azokban a körülményekben látogat meg bennünket, kísér bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy kipárnázza az életünket, hogy minden módon megoldja a problémáinkat, hanem hogy velünk van, és fölemel bennünket. Másként tudunk ránézni ugyanarra a valóságra, ugyanarra a szegénységre, ugyanarra a hibára, bűnre. Más reménnyel, más szemmel, az ő atyai szeretetével, az ő tékozló fiút, meg számító gyermekét átölelő szeretetével. És nem rója föl, nem jegyzi, hogy mennyi van a rovásunkon, hanem a jövőt tekinti, és azt, hogy végül meg fogunk érkezni hozzá, hogy teljes legyen az életünk. Kedves testvérek, talán ismerünk még akár a magunk életéből is olyan történeteket, amelyekre nem vagyunk büszkék, esetleg fájdalmasak, van benne sok szégyen, kudarc, de hogy tekinthetünk úgy is rájuk Viziói Szent Teréz szemében, meghívásában, életében, mint ahogy Jézus mondta az Emmauszi tanítványoknak, hogy nem ezeknek kellett megtörténnie ahhoz, hogy bemehessen az ő dicsőségébe. Nem ezeknek kellett megtörténnie ahhoz, hogy rádöbbenjek Isten igaz szeretetére. Arra, hogy mennyi az ő szeretete, és milyen kevés az, amit én teszek. És hogy teljesen, végre teljesebben rá tudjam bízni magam arra, aki fölemel. Kérjük ezt a szentmisében, ezt a fölemelő szeretetet, és hogy amikor érzésekben megviselve érezzük magunkat valami miatt az életünkben, akkor gondoljunk ezekre a szavakra, gondoljunk erre a képre, ahogyan az apa a gyermekét fölemeli akkor, amikor az nem tud egyik lépcsőről a másikra menni. Amen.